Köszöntök mindenkit itt a Fejérvári Beszélgetésekben, a Fehérvár Televízióban. A mai napon egy olyan fiatal embert hívtam meg vendégnek, akivel, hogyha beszélgetnek, akkor megszokhatok, hogy általában a kutyákról, sőt, nagy részben a kutyákról beszélgetnek, rengeteg jó tanácsot kérnek tőle, folyamatosan tényleg a, a kutyák életéről, mindenféle dologgal kapcsolatban, ami tényleg a kutyákkal összefügg, de mai napon nem erről fogunk beszélgetni, mai napon a sikerről fogunk beszélgetni, hiszen nála megfigyeltem manapság, és biztos, hogy önök is észrevették, hogy tényleg rengeteg helyen ott van, rengeteg helyen szerepel, akár országos televízió csatornákon, rengeteg helyen ott van, hogy a közösségi médiában. Ezért gondoltam, hogy talán egy hiteles forrás lehet abban, sőt, biztos vagyok abban, hogy hiteles forrás lehet abban, hogy pár jó tanácsot adjon tényleg, hogy hogy lehetünk sikeresek az életben, miként érhetjük el a sikert, és miként érhetjük el a célokat. Vendégem a stúdióban Nyakas Gábor. Szia, köszöntelek téged. Szia, Uh, ugye mondtam, hogy a sikerről fogunk beszélgetni, és gondolom a nézők, amikor meghallották a nevet, rögtön a kutyákra társítottak, és nyilván veled kapcsolatban mindenkinek az jut eszébe, hogy kutyákról beszélgetünk. És említettem is, a beköszönöm, hogy most a sikerről fogunk beszélni, beszélgetni. Uh, mennyire jött nehezen neked a siker? Ugye ez egy nagyon tudatos építkezés volt, de már nagyon-nagyon régóta foglalkozol a kutyákkal. Ez hány éve van körülbelül? 31. 31 éve. Tehát akkor mondhatjuk már egy gyerekkorodban, vagy nagyon-nagyon nagyon fiatal korodban kezdtél a kutyákkal foglalkozni. Minek hatására egyébként a szülők nagy kutyabarátok voltak, vagy hirtelen jött egy valami égi el, hogy hoppá, ez engem nagyon érdekel. Hát mint mindenkinél, nálam is szerintem ilyen véletlenek. Tehát én mindig azt mondom, hogy ember tervez, Isten végez. Igazából, ahol laktam a Palotavárosban, ott volt egy nagyon jó gyerekkori barátom, a Roli, őneki volt egy dobermanja, az Ergó, nagyon jóba lettünk vele, nagyon jól összebarátkoztunk, aztán ott a barát, baráti társaságban nagyon sok mindenkinek lett kutyája. Engem amúgy is mindig érdekeltek a kutyák, és nagyon kevesen tudják rólam, hogy például, ahol egészen kisgyermekként felnőttem a skála környékén, ott egy pár volt egy talán Leo nevű német juhász, amitől mindenki retteget, én is nagyon féltem tőle, mm. mert a gazdája ö, nagyon felelőtlenül pórázról elengedte, és azt élvezte, hogy mindenki fél, és mindenki támad a, a kutyája. Tehát lehet, hogy ez egy ilyen tudat tudatalatti dolog volt, hogy ezt próbáltam levetkőzni, de de nagyon hamar történtek az események, és ha már sikerről beszélünk, ö, ö, én mindig hiszem azt, hogy nem elég jó időben jó helyen lenni, tehát jó időben jó helyen nagyon sok mindenkinek megadatik. Uh -huh. Itt az a kérdés, hogy tud-e élni az ember a lehetőséggel, és talán nekem jó időben jó helyre kerültem, és tudtam élni a lehetőséggel, nagyon hamar bekerültem egy olyan csapatba, a Magyar Reptenyésztő Kországos Egyesületének Székes hérvári Szervezetének csapatába, ahonnan igazából egyenes út vezetett oda, hogy én ebben akarok foglalkozni. Aztán tele volt nagyon komoly nehézségekkel, a mai napig is, tehát nehogy azt higgyük, hogy vagy bárki azt gondolja, hogy én most azt gondolom, hogy nagyon sikeres vagyok. Még mindig nem tartok ott, ahol szeretnék, de abban már biztos vagyok, hogy jó úton járok. Szá, igen, azt látjuk is egyébként, pont ezért mondtam a, a felvezetőbe. Igen, mondtad, hogy a sikernek azért van ugye nagyon fényes oldala, amit látunk, meg van árnyoldala, amit igazából nem látunk. Ugye jó időben, jó helyen mondtad, mert én is amikor beszélgetek ismert emberekkel, híres emberekkel, hogy mi kell, hogy valaki ismerté váljon és sikeres is legyen. Ugye valaki azt mondja, hogy fél jó időben van, jó helyen, akkor minden szuper. Valaki azt mondja, amit te is mondasz, jó időben, jó helyen, és természetesen ugye teljes odaadással és rengeteg tanulással. Neked is gondolom, ugye nem elég az, hogy szereted a kutyákat, tehát rengeteget kellett tanulni, képezni magad folyamatosan. Többször kerültem bizonyos helyzetekbe, jó időbe, jó helybe, de még jó helyre, de még sem tudtam élni a lehetőséggel. Tehát ugye említetted a, a médiákat, az országos médiákat, ugye nálatok nagyon régóta vendég vagyok, szinte gyerekkorom óta meghívtok, akár ide a stúdióba, vagy kitelepültök rendezvényekre, Igen. amin ugye szerepelek, és ennek ellenére még sem tudtam élni az első lehetőséggel, amikor egy nagy országos televízió csatorna megkeresett, mert... Én azt gondoltam akkor, hogy nem az a fontos, hogy valaki a tévébe szerepeljen és ott legyen, hanem az, hogy szakmailag mit tud. Azt az élet megtanított rá, hogy hiába vagy te jó szakmailag, hogyha nem tudod eladni magad, illetve olyanokkal kerül, kerül szembe, akik szakmailag a közeledben nem érnek, de sokkal ügyesebbek és jobbak marketingben. És bizony meg kellett tanulnom, és. és, és... marketinget kellett akkor tanulnod. Igen, élőség. és amikor erre ráébredtem, és elkezdtem egyébként marketing tanulmányokat folytatni, akkor, akkor szinte sírva vártam már, hogy mikor jön az a telefon megint, hogy behívjon egy országos tévécsatorna, na és akkor lecsaptam egyből a lehetőségre, és azóta ezt nem engedem ki a kezemből. Tehát akkor alig vártad, hogy megmutassad azt, hogy mit tanultál ugye itt a marketing tanulmányok alatt, meg talán ugye az embernek meg is kell érni arra, nem, hogy, hogy élek, hogy mekkora fegyvertény van ezáltal a kezében. Egyfelől, másfelől igazából én mindig el szoktam mondani, ahogy mondod a közösségi oldalaimon, én soha nem árulok zsákba macskát. Én nagyon rosszul viseltem azt, hogy olyan emberek tudtak bekerülni, nyilatkozni és sokszor uh, nem korrektül nyilatkozni a szakmai dolgokról, akiknek uh, nemhogy a televízióban nincs keresni valójuk, hanem egyáltalán ebben a szakmában nincs keresni valójuk, de marketingben zseniálisak mm. voltak, de én azt gondolom, hogy ez nem elég, és ez engem nagyon bosszantott, igazából ez miatt vártam, hogy végre kaphassak egy lehetőséget, és tényleg meg tudjam mutatni, hogy, hogy szakmailag hogy kell helyesen ezekről a dolgokról nyilatkozni, vagy hogy hogyan kell ezeket közvetíteni a nézők felé. Tehát akkor a tudás, azt megbeszéltük, kell a sikerhez. Hitelesség Mindenképp. mindenképpen kell a sikerhez. Mindenképp. Hogy a valós dolgokat mondjad, és ahhoz ugye a hitelesség és a tudás ugye elengedhetetlen mindenképpen. Nyilván aki ugye ismert ember, híres ember, sikeres ember, biztos, hogy rengeteg irigye van például, és rengeteg kritikát is kap. Nyilván te is kapsz ilyeneket persze azért. Vannak irigyeit és vannak kritikusaid is gondolom. Akár szakmában, akár pedig ugye kívülállóként. Igen, az felkészítettek az elején, a feleségem is felkészített, meg, meg a szakemberek is felkészítettek, hogy amikor folyamatosan fogsz szerepelni országos médiába, akkor nem csak pozitívat fogsz kapni, hanem negatívat is. Hát. És akármennyire hihetetlen, nem jönnek negatívok. Tehát én azon szerencsés emberek hát. közé tartozom, akik, akik nem megosztóak, tehát van, aki szeret, nyilván, az néz és követ. Aki nem szeret, az pedig nem néz, nem követ, de nem, nem, nem kapunk kritikát. Tehát, volt egy nagyon nagy országos turném, talán a tavalyi évben, már nem is tudom melyik évben volt, amikor több nagyváros belátogattunk, Budapesten például az Erkel színházban, és ugye mindenhol telt ház előtt, vagy talán egy helyszínen volt a 90%-os, vagy mindegyik helyszínen 100%-os telt ház volt. Ott nagyon-nagyon féltem, hogy kapjuk érte a, a negatív kritikát, és és kapunk érte hideget, meleget, és képzeld el, hogy, hogy nem. A legnegatívabb kritika az volt, hogy, és kettőt emelnék ki. Az egyik az volt, hogy, hogy majd meglátjuk, hogy mire képes az ember, tehát, hogy valóban képes, tehát előre kaptuk a, a, a negatívum, ha ezt negatívumnak lehet venni. Egyébként ez, aki ezt megírta, meginvitáltam, nyilván ezt a közösségi hálón ugye a hirdetés alá dobta föl, és utána pedig megkaptam tőle a választ, hogy nagyon szépen köszöni, nagyon élvezte, és nagyon gratulál. És talán egy negatív kritika, hogy hogy egy egyik show után azt írta valaki, hogy hogy nagyon-nagyon jó volt az előadás, az, hogy nagyon értek a dologhoz, de nem vagyok egy Szízör Milán. Na majd rá is ki szeretnék térni mindenképpen erre a dologra. Jó. De nyilván, hogyha velem egy lapon említenek, hogy nem vagy, az akkor az is már egy elismerés. Ezt azért. szerettem volna mondani, hogy, hogy, hogy igazából nem kaptunk kritikát, mert számomra ez is nagyon nagy elismerés, hogy talán a világ legismertebb egyik szakemberéhez hasonlítanak, és ez mindenféleképpen imponáló. Uh -huh. Azért kérdeztem ezt a kritikát, meg a különböző irigykedési faktorokat, mert ugye vannak közszereplők, ismert emberek, akiket elég nehezen viselik, tehát nagyon le tudnak törni a kritikán szinte depressziós állapotba kerülnek, hogy kapnak valami negatív megjegyzést, és pont ezért kérdeztem, hogy te hogy viseled, vagy hogy viselnéd, vagy volt-e már ami úgy összetörtél, ami nagyon-nagyon rosszul esett neked? hát mi ismerjük egymást gyerekkorunk óta, tehát tudod, hogy ha csak indulok a sportmúltamból, hogy, hogy engem a kritikák nem összetörnek, hanem felvillanyoznak. Szóval kérek mindenkit mindig, hogy mondja el a véleményét nyugodtan, kritikusan, mert abból én tudok építkezni, és én engem ez éltet. Én nem szeretem azt, hogyha azt mondják, hogy hú, nagyon király voltál, csak így tovább, nagyon jó. Én mindenkitől azt kérem, hogy mondja el, hogy mi nem, mi nem tetszett, mi nem jó, mi, mi változtatna, vagy mi a problémája, velem vagy a munkával kapcsolatosan, hiszen ebből tudok építkezni. Én engem egyedül letörni csak az időjárás tud, tehát a téli időjárás, hogy ezt is tudja mindenki, aki engem követ, hogy nem szeretem a, a, telet, de de például ez a nagyon nagy országos turném télen volt, és azóta már így kezdek jóba lenni a télel, hiszen egy akkora pozitív élmény volt, hogy, hogy én tényleg ezekből építkezek. És ugyanakkor meg azt szoktam ugye mindenkinek mondani, hogy, akit nem kritizálnak, az nem csinál jól valamit. Vagyis az a szürke, az a Szeretjük, és teljesen átlagos. átlagos ember, így van, így van, tehát uh, mondhatjuk ezt nyilván, ebbe is be lehet az kötni, de, de minél, minél megosztóbb az ember, talán annál annál jobban tudja, hogy valamit nagyon-nagyon jól csinál. És ez negatívan is, nyilván, de persze. hogyha vesszük átlagos. Igazából nem is arra. az, hogyha megosztó, hanem hogyha érzelmeket vált ki, hmm. ez nagyon jó. Én viccesen azt szoktam mondani, hogy, és erre tényleg büszke vagyok, és azt nem nagy képviségből gondolom, hogy minden szakmabeli nem csak a környéken, hanem tényleg országszerte követ engem, átveszi a módszereimet, át, csak gondolok arra, hogy mely napokon tart mondjuk tanfolyamot, tréninget, kiképzést, és ezek, ezek számomra imponálóak, mert tudom, hogy valamit jól csinálok, hiszen azért követnek, vagy azért másolnak, mert valamit jól csinálok, és egyébként pedig én nagyon szívesen is segítek, és nagyon sokan, ugye felvétel előtt beszélgettünk, hogy pont az egyik pesti barátom, aki szintén kutyaiskolát működtet, kért kér tőlem tanácsot, tehát, hogy azért ma már nagyon sokan a tapasztalataim miatt a, a, a véleményemet kéri, Igen. és én nagyon szívesen segítek, és én ezt mondom is mindenkinek, hogy, hogy ne féljenek segítséget kérni, mert abból csak jó dolog sülhet ki. Nagyon sok mindent lehet olvasni az interneten a sikeres emberek kapcsán. Ugye te is láttad biztos, meg a nézők is nagyon sokan látták, ugye, hogy a sikeres és a sikertelen ember különböző jellemzők össze vannak írva, hogy a sikeres ember az például dicsér, korábban fel kell, tudatosan építi a napjait, sportol, figyel az nem egészségére. Vesz, nem vesz olyan dolgot, amire igazán nincsen szüksége. É, igen, igen, igen. Te mennyire éled ez szerint az életedet, vagy mennyire élted már, ugye mondjuk fiatal korottól, kezdve az életedet, -e módszer szerint, és lehet, hogy nem is tud tudtál de már, de már így élted, ami nyilván ide vezetett. Így van, ahogy mondod, hogy nem tudtam róla, uh -huh. mert én hiszem azt, hogy ehhez mindenféleképpen kell egy, egy szülői háttér is. Tehát nem elég a habitus, nem elég az a... Én gyerekkoromban sok kritikát kaptam, hogy nagy szájú vagyok, hogy... Én megmondó hogy, ember voltál -e gyerekként egyébként? Ö, ö, nem annyira, mint kellett volna. Tehát Aha. ma, ma nem érdekel, hogy ki mit mond. De a csatornádon sokszor, azért kérdeztem egyébként a kritikát, meg a mennyire vagy megosztó, mert ugye nézem a csatornádat, ugye belenéztem, meg belenézek jó párszor, azért te kőkeményen oda mondod, hogy figyelj, haver, vagy figyeljetek, és kőkeményen osztasz, hogyha valami nem tetszik. Pont ezért kérdeztem ezt a, ezt a igen, de de hogyha valaki megnézi a, a csatornáimat, tehát euh, én meg is adom rá a választ. Tehát nem csak azt mondom, hogy valaki mit csinált rosszul, és hogy ez miért nem helyes, hanem hmm. azt is elmondom, hogy ezt hogyan kellett volna... Ez egy vagy hogy dolog, mert sokan ezt már nem teszik hozzá. Hogyan, így, hogyan, kell ah. ez, hogyan tudja ezt helyrehozni ezt a dolgot. Tehát én nem csak kritizálok, hanem megoldást is mutatok rá, és ugyanakkor meg teljesen felvállalom az én uh, hibáimat, vagy az én rossz döntésemet, hogyha mit Pont valamelyik nap tettem ki ezzel kapcsolatban, hogy miért volt például az hiba, hogy jó pár évvel ezelőtt úgy döntettem, hogy bizonyos kiképzési formát nem bocsájtok mindenki rendelkezésére. Akkor azt gondoltam, hogy ez jó. Ma már levontam belőle a következtetést, hogy miért volt ez hibás döntés. Tehát én felvállalom azt, hogy ha, ha hibázok, és minden esetben megpróbálom ezt korrigálni. Uh -huh. Kíváncsi, amikor mit gondolsz, hogy rengeteg coach megmondó ember, életvezetési tanácsadó, ezer egy millió ezoterikus könyv van, hogy hogy legyél sikeres, gazdag, boldog, a legjobb az egész világon. Te mit gondolsz ezekről a könyvekről? Olvastál ilyen könyvet vala -e egyáltalán, vagy érdemes ezeket követni szerinted a saját életedre. Mondjuk uh, igen. Nem csak, hogy olvastam, hanem mindig olvasok, mindig megveszem a legújabbakat, és én azt gondolom, hogy rossz szakirodalom nincsen. Tehát az, ha valakiet olvas, avval rosszat nem tud tenni. Nyilván én mindenkinek azt tanítom, amikor elkezdek egy előadást tartani bárhol a világban, én úgy lépek a színpadra, hogy elmondom, ez az én metodikám, az én véleményem. Mindenki annyit ragadjon ki magának a mondandóból, amennyit magának jónak lát, vagy jónak tart. Nem fog mindenkinél minden működni, amit elmondok. Amikor egy könyvet megveszek, nyilván azokat a dolgokat tanulom meg belőle, ami, ami számomra hasznos. Tehát én nekem be kellett látnom, visszakanyarodva a gyerekkoromra, hogy. hogy Fény évekkel megelőztem a koromat. Tudásban, kitartásban és habitusban. Tehát akkor még nem szabadott volna megmondani a dolgot, dolgokat, mint ahogy nem is engedték. Tehát nagyon sok mindenkinek fájt, hogy 19 évesen olyan nemzetközi jogosítványt szereztem, ami ami akkor még a 30-40 éveseknek se adatott meg, tehát nem voltak képesek sem a feltételeket produkálni ahhoz, hogy egy képzésen részt vehessenek. Nyilván kimondom, tehát én 19 évesen nemzetközi teljesítménybíró voltam, tehát a világszervezet és a MEUE teljesítménybírója, és nagyon sok mindenkinek ez csak a 40-es évei után adatik meg, mert addigra tudja összeszedni azokat a dolgokat, amik feltételei annak, hogy egyáltalán egy ilyen képzésen elinduljon. Nekem meg már 19 Szívesen megvolt ez a, a, ez a vizsgálat, és egyébként, ha jól tudom, mai napig senki nem tudta ilyen fiatalon ezt letenni Magyarországon, amiben biztos vagyok. És ezért is nagyon nagyon utáltak, és, és, és én ezért próbáltam mindig megmondani a dolgokat, és az emberek azt vették le belőle, hogy nagy szájú, nem azt, hogy mennyire tud. Én akkor ezt nagyon sérelmeztem, ma már nagyon tudom, hogy ők voltak a buták, hiszen 19-20-21 évesen nagyon sokat tudtam volna nekik tanítani, és ez az, amit abból a korszakból megtanultam, hogy mindig tudsz mindenkitől tanulni, így a könyvekből, úgyhogy nagyon sok ilyen könyvet olvasok, és rengeteg hasznos dolgot építettem be az életembe ezekből a könyvekből, legyen ez magyar szakirodalom, vagy legyen ez külföldi szakirodalom. Ugye általában az emberek, főleg Magyarországon, vagy azt mondják a magyar emberekre ránk, hogy nagyon pessimista, sírva vigada magyar, ugye folyamatosan lehet ezeket olvasni. Különböző felmérésekben, amikor mérik a magyar emberek, mondjuk egy kedély állapotát, hát nem feltétlenül jó, jó helyen végzünk, tehát. Az jön ki, ugye, amit mondtam, mi pessimista nemzet vagyunk. Te rengeteg emberrel vagy kapcsolatban, médiában, magánemberekkel, akik ugye elviszik hozzád a, a kutyákat tényleg kiképzésre. Mondtad, említettük adáson kívül vagy adás előtt, hogy a kutyának a jelleméből, hogy milyen a kutya, a gazdájára nagyon sok mindent lehet következtetni. Tehát a gazdájáról már nagyon-nagyon sok mindent meg tudsz, meg lehet mondani, ugye főleg te szakértőként, hogy akkor milyen ember lehet ennek a kutyának. A gazdája. ez valóban így van, sokat elárul a kutya jelleme a gazdájáról? Amíg kiveszi az autóból, és belép a kapun bele, mindent tudok a gazdáról. Hm. A kutya mindent megmutat nekem. Hm. És tudom, hogy hogyan kezdjek el kommunikálni a gazdával, hogyan köszöntsem, hogyan szólítsam meg, hogy először nyissak egy kávéval, hogy foglaljon helyet, megkínálom egy kávéval, vagy hogy már mindjárt vágjunk bele a munkába. Ezeket lehet megtanulni például ezekből a szakirodalmakból, amiről az előbb beszéltem. Mm. És hogyha lehet azt mondani, hogy, a, hogy nekem van sikerem, akkor, akkor talán ez a sikerem, amit ugye már tudatosan, vagy inkább azt mondom, hogy ösztönösen és ma már tudatosan építek, hogy én elsősorban a gazdákat tanítom. És nem csak arra tanítom meg a gazdikat, hogy hogyan érj el, hogy a kutyája ne ugráljon, ne húzzon, pórázzon, ne szaladjon ki a kapun, visszajöjjön, hanem, Elmondom, hogy ő neki mibe kell változnia ahhoz, hogy igazán jó gazdájává vagy jó vezetőjévé váljon a kutyájánál. És nagyon sokszor megkapom a visszajelzést pozitív irányba, hogy azok az útmutatások nem csak a, a kutyával közös életében hozott pozitív változást, hanem egyébként a munkahelyén vagy akár a, a, a privát életében is ennek nagyon komoly pozitív hatásai voltak. És hát ebben egyébként miben kell változni az embereknek, mit látsz? Hát leginkább abba, amibe nekem kellett gyerekkoromban, a türelem. Uh -huh. a, a magyar ember, ahogy te mondtad, biztosan megvannak ezek a jellemzők. Én kettő, kettő negatív jellemzőt ho, hozok fel, ami, és akinek nem inge, nem veszi magára, hogy nagyon türelmetlenek vagyunk, és talán Magyarországon a legnagyobb népbetegség az irítség. Uh -huh. És amikor megtanul, megtanul az ember türelmesnek lenni, és megtanulja, hogy csak a saját dolgával foglalkozzon. Hogy az iskolában ne azt nézze, hogy a Pistinek meg a Józsinak már mennyivel ügyesebb a kutyája, mint az övé, pedig ugyanakkor kezdtek el, hanem csak saját magára és a saját kutyájára koncentráljon, és megtanuljon erre figyelni, akkor, akkor jön az eredmény. És egyébként ez működik, mert én már csak tanfolyamrendszerben dolgozok, például ha csoportokról beszélünk, és lehet látni, hogy Mindenki hol kezdi, és nyilván ott még vannak a kutyák között különbségek, hiszen van nagyon szelebúrdi kutya, nagyon irányíthatatlan, vagy már egészen fegyelmezett kutyus, de mire vége a tanfolyamnak, mindenki ugyanazon a szinten áll. Hm. Hát, akkor Ennek ez ez is köszönhetően. Egy, igen, egy újabb siker. Hogy telik egy napod egyébként? Tehát tudatosan korán kelsz, elvégzel bizonyos dolgokat, sportolsz, tudatosan fel van építve, naplóba vezetve minden. Hogy kell elképzelni? Ez érdekes, hogy mondod ezt a naplóba vezetést jó pár éve javaslom a gazdáknak, hogy ugye a szakközépiskolában nagyon utáltuk a, a munkanaplót, hogy, 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 kell vezetni munkanaplót, és egy zseniális találmány. Tehát nagyon sok mindenkinek javaslom a kutya esetén, hogy muszáj munkanaplót vezetnie, mert akkor vissza tudja követni, hogy honnan indult el, milyen lépcsőfokokon haladt, mikor, milyen nehézség akadt, és én beleíratom nem csak a kutyát, hanem a gazdát is, tehát hogy nem csak azt kell leírni a naplóba, hogy a kutyával ezt csináltam, így produkált, hanem a gazdának saját magát is kell úgymond jellemeznie. És visszatérve az eredeti kérdésedre, lehet kapaszkodni a hét minden napján, szilveszterkor, húsvétkor, karácsonykor, sőt még a születésnapomon is, ami nemzeti ünnep, én fél ötkor kelek fél ötkor minden nap, nem kell óra így magától kelek. Nyilván télen egy kicsit később indulok el dolgozni, ilyenkor télen hatra lemegyek edzeni, ugyanállam nagyon fontos a sport, és ezt is kommunikálom a közösségi oldalaimon, a legnagyobb videó megosztó oldalon, a csatornámon, hogy ha nem egészséges az ember fizikálisan és mentálisan, akkor nem, nem, fog tudni olyan jó kutya gazdává vagy vezetővé válni, mint hogyha egészséges. Mondok egy tök egyszerű példát, ha mindig fáj a hátad, ha mindig fáradt vagy, enervált vagy, nem lesz annyi időd, energiád, kitartásod a kutyádra, és nem lesz olyan a kapcsolatotok. Egyébként ez minden másban is egyébként pozitívan fog az életében annak megjelenni, aki, aki odafigyel magára, hogy sportol egy picit. Aztán, aztán kezdődik a munka, ugye klasszikusan mindig a saját kutyáimmal, aztán a, a rám kutyákkal, aztán jönnek hozzám a, a, a különböző ügyfelek. Soha nem ér véget a napom 6-7 óránál előbb. Nyáron ez még meredekebb, mert nyáron ugye harcolnom kell a a meleggel, Persze. tehát 10-11 órára be kell fejeznem a munkát, mert nem bírják a, a, a kutyák a nagy hőséget, mm. meg nem is szabad kitenni őket nagy hőségnek, és akkor délután 4 órától 5-től, amikor már megint ideális nekik a, a hőmérséklet, kezdek el dolgozni, ilyenkor gyakran 11 éjfél mire végzek. És felkezd fél úgy Igen, de nem vagyok álszent, abba a 11 órától 4-5 óráig tartó időszakban intézem el a privát dolgaimat, és akkor szánok időt a, a Pihenésre is, mert, mert napi 7-8 órát aludni kell. Igen, ezt akartam mondani, hogy a minőségi alvás, tehát én is észrevettem magamon, például én is elég korán kellek, ugye a reggeli rádiósor miatt, tehát hogy nem alszom rendesen, tehát alszom, de, de nem az a minőségi alvás, vagy alszom, de mitom 3-4 órát, agyon van csapva a nap, nem tudsz hatékony lenni, tehát a minőségi alvás is fontos a sikerhez. Ezt meg kellett tanulni, én is megtanultam, hogy amikor lefekszem, úgy állítom be az alvási ciklusomat, hogy 90 osztható legyen. Tehát 90, 182, és itt tovább napközben soha nem alszom egy órát, mert az a legrosszabb. Igen. Vagy fél órát, vagy 90 percet, és egyszerűen úgy állítom be a, a, az ébresztőt, hogy hogy meglegyen ez a mennyiségű alvás, vagy ne aludjak egy órát, és, és egyszerűen működik. Sikeres mondják, és lassan és a műsorod végéhez érünk, nagyon hamar elmegy az a 25 perc, hogy nagyon fontos a tudatos tervezés, erről többször beszéltünk meg, hogy a jövőt ugye megtervez, lásd magad előtt, vizualizáld a jövődet, Üh, neked mi az, amit vizualizálsz mondjuk a jövőre, és mindenképpen el szeretnéd élni, és el akarod élni, ami azért hajt még nagyon. Üh. Én azt gondolom, hogy ha ezek nincsenek meg, ezek a vizuális képek, akkor nem lehet előrelépni. Ahogy tanítom is a, a kutyák nevelésében, ha nincs egy jól, pontosan meghatározott cél, és egy hozzátársított, releváns határidő, nem fogunk elérni eredményeket. Én annyi, hogy a határidővel, ha valaki a határidőn kicsúszik, de mégis eléri az eredményét, akkor tudja, hogy sikeres, csak az határidőt nem jól határozta meg. Én most a következőt határoztam meg az elkövetkezendő évekbe. Illetve az egyik megvan, hiszen forgatjuk a sorozatot, ezt a tévésorozatot az egyik országos tévén, hogy a legismertebb videó megosztón a csatornámat fel akarom vinni ebben az évben 50 ezer követőre, tehát, hogy 50 ezer feliratkozom legyen rajta. Most ez a, ez a legfontosabb célom, mert tudom, hogy, vagyis hát te pontosan tudod, hogy a médiába eléggé meg vagyunk kötve nagyon sok dolgot nem tudunk bemutatni itt, vagy úgy bemutatni, vagy úgy elmondani, mint például egy ilyen videó megosztó oldalon. Ezért ez egy nagyon komoly célom, és ettől még egy szinttel komolyabb célom, ugye, amiről mi már beszéltünk, a Doglicensz a magyar kutyajogosítvány, szeretném azt elérni, és addig nem nyugszom, amíg Magyarországon a kutyajogosítványt nem vezetik be, hogy, és félértés ne essék, én ezt megfordítom, nem azt mondom, hogy ne tarthasson bárki kutyát, hanem, hogy mindenkinek lehetősége legyen megszereznie azt a tudást, aminek a birtokában ő már felelősen vállalhat kutyát. Gábor, én köszönöm szépen neked, hogy itt voltál. Én biztos vagyok benne, hogy ezeket el fogod érni, és akkor további nagyon sok sikert, kitartást és céltudatosságot kívánok neked. Köszönöm szépen. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, és azt gondolom, hogy Gábor tényleg pár jó tanácsot tudott adni mindenkinek, vagy remélem, hogy tudott adni Gábor pár jó tanácsot mindenkinek. Tartsanak velünk legközelebb is itt a Fehérvári beszélgetésekben.